Sziasztok! A mai videóban egy igazán szuper eszközt hoztam el nektek, egy igazi okos otthon eszköz, egy mozgásérzékelőt. Na de ez nem egy hagyományos mozgásérzékelő, ez nem az, amikor bemegyünk egy helységbe és a beállított időtartalmán kívül hadonásznunk kell, hogy ne kapcsolja le a lámpát, fűtést, bármit. Ez egy olyan továbbfejlesztett mozgásérzékelő, mondhatni egy következő generációs mozgásérzékelő, amivel az összes rossz dolgot ki lehet küszöbölni, amit eddig tudtunk. rossz cégnek a terméke, méghozzá az MS600-as, szerencsére rajta van a dobozon, nézzük mit takar a doboz tartalma. Először is pár leírást meg tippet, ezt ha érdekeltiteket elolvassátok, és magát a mozgásérzékelőt, ami kivételesen nem elemes, tehát nem futunk bele abba a hibába, mint nagyon sok okos otthon mozgásérzékelőnél lemerül, nem működik, nem úgy működik. Ez vezetékes, nagyon kis cuki egyébként, ő is csúnya. Ekkora az egész rácsak. Ez így, a tenyerem, ekkora, és hálózati kapcsolódás kell hozzá, illetve wi de az energiát azt vezetékről kapja. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó árban van, ez mindössze 10.000 forint körül van, ellentétben a legtöbb gyártóval ugye ma már kapunk hozzá egy hálózati töltőt is, amivel együtt már még jobb az ára és az ár érték aránya a kütyűnek. Ma már ugye USB-C nélkül egyáltalán nem is tesztelünk terméket. És hogy miért is csinálok ebből a videót, hiszen ez csak egy mozgás mozgásérzékelő, nem egy olyan nagy szám, igaz? De Nekem valahol mégis az, hiszen ez egy továbbfejlesztett technológiát tartalmaz, radarozza a helységet, természetesen marad a fényérzékelő is, feltérképezi, és nem készít hangfelvételt, nem készít videófelvételt, és nem küldi el a lényegez harmadik félnek az adatokat, hanem csak egyszerűen feltérképezi a szobát, és az ezen belüli mozgásokat úgy érzékeli, hogy a legnagyobb mozgást veszi mindig alapul, és ahhoz képest cselekszik. Na de, mi van akkor, ha hogyha bennülünk a szobába, és csak olvasunk, ő ezt akkor is tudni fogja. Tehát ez az a mozgásérzékelő, amit nem fogja ránkoltani a lámpát, hiszen a lélegzésünket is érzékeli. A sugárzás, amit kibocsájt, az abszolút nem káros, legalábbis azt mondja a gyártó, egy sima Bluetooth rádiójelnek megfelelő erősségű élet bocsájt ki magából, és minden egészségügyi szabványnak megfelel. Legzseniálisabb egyébként, hogy rengeteg okos otthon platformmal együttműködik, Apple HomeKit-tel, Google Home-mal, alexa és még a Samsung féle SmartThings-szel is kompatibilis. És cross kapcsolatokat is tudunk létrehozni vele. Az installálás annyira egyszerű, hogy már szinte fáj, letöltjük az appot, a beállítások annyira magától értetődőek, hogy nem kell hozzá semmilyen tudás, szaktudás, egyetem, doktorátus, semmi. Meg különben is, aki már okos otthonozik valamennyire, annak semmiképpen nem fog gondot jelenteni egy ilyen eszköznek a beüzemelése. Én nekem nagyon jó lesz itt a stúdióba, ahol a videókat veszem föl nektek, és a videókat is vágom. Akárhányszor ide bejövök, általában egy héj sárival, direkt nem mondom ki azt a bizonyos szót, amiről a HomeKit-et vezérlem, szóval általában egy hé sárival ezt megtettem, de most, ha minden igaz, 0-24-ben innentől fogva a kis Meros Smart szenzorunk fogja ezt elvégezni, ahányszor bejövök ide, és amíg itt vagyok, addig az általam beállított, meghatározott eszközök működni fognak, és ha elhagyom a szobát, van egy default 30 másodperces beállítás, de nyilván ezt egyébként személyre szabhatjuk az applikáción belül, akkor viszont le fogja kapcsolni azokat a dolgokat, amire nincs szükség, ha nem vagyunk itt. Legyen ez világítás, számítógép, hangulatfény, fűtés, klíma, egyszerűen bármi, személyre szabhatod, hogy mit szeretnél vezérelni, mit szeretnél, hogy működjön az adott helységben, amikor ott vagy. Ez lehet egyébként nem csak egy ilyen kisebb helység, hanem például egy nappali is, és ott is természetesen akár meg tudjuk oldani azt is, hogy bekapcsoljon a tévé. Te természetesen azt állítjuk be, amit szeretnénk. Na, nézzük, hogy hogy működik a gyakorlatban. Szerintem mindent elmondtam róla, és akkor teszteljük le a kicsikét, hogy milyen lesz ez az eszköz. Na, jelenleg ki van kapcsolva minden a szobában. Itt vagyok az érzékelőtől, egy olyan 3-4 méterre, de direkt úgy állítottam be, hogy ha itt mászkálok, akkor még ne kapcsoljon be. Szóval most belépek a helységbe, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Hop, már föl is kapcsolt, és az az igazság, hogy elképesztően jól működik. Amikor itt vagyok bent, akkor folyamatosan megy, addig egyáltalán nem kapcsol le. Tényleg működik, tényleg fantasztikus ez a radaros szenzor. Ha a mozgás érzékelő, akkor azt mondom, hogy innentől fogva csak és kizárólag ez. Én most nagyon elgondolkodtam rajta, hogy a ház összes mozgásérzékelőjét lecserélem erre. Kosszerűt lenné tette az összes eddigi mozgásérzékelőmet, természetesen nappal nem kapcsol be csak éjszaka, hiszen fényérzékelő is van benne. Egyébként vannak mindenféle beállítási lehetőségek, be tudunk állítani különböző érzékenységi fokozatokat, ezt láthatjuk is a menüben, hogy mennyire legyen érzékeny. A távolságokat be tudjuk állítani egészen 12 méterig, bár igazából csak az első 6 méterig vállal garanciát jelenlét érzékelésre a gyártó, de az bőven elég, olyan helyre kell rakni. És igen, amire még érdemes odafigyelni, ha esetleg zavaró tárgy van, vagy olyan tárgy van a radar látóképében, ami folyamatosan mozog, akkor lehet finomítani a beállításokat, hogy például csak biológiai mozgást érzékeljen, kisállatokat nem fog érzékelni, azt is be tudjuk elíteni, el tudjuk takarni, és akkor nem fog cicát, kutyát beriasztani. Tehát nagyon sok finom hangolási lehetőségünk van. Én azt mondom, hogy ha bárki Ilyesmiben gondolkozik, nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek. És ha tetszik nektek a termék, akkor a gyártó készült egy kis meglepetéssel. Van egy link a leírásban, klik rá, és ha beírod a CZ10 kuponkódot, akkor... 10% kedvezmény az amúgy is rendkívül kedvező árbor lejön nektek. Srácok, a konklúziót mindenki vonja le, árérték arányban szerintem verhetetlen, kompatibilitásban verhetetlen, ez egy nagyon szuper kis eszköz, folyamatosan jönnek rá a szoftverfrissítések. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, írd le kommentben te mit gondolsz, erről a kütyükéről, neked hogy tetszik, te vennél -e ilyet, van ennél esetleg sokkal jobb megoldásod, szóval írd meg kommentben, és ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel, én nagyon megköszönöm, ezzel támogatod a csatornát, hogy még több ilyesmi kütyükt és témát tudjak nektek ide tolni és tesztelni, hogyha szeretnétek még látni ilyeneket, iratkozzatok fel. Köszönjük, itt voltatok, sziasztok!